A kupában elért hétközi siker után ezúttal a bajnok aspiráns fehérmezes Báránt skalapját szerette volna megszerezni csapatunk. Ehhez képest már az első percben a vendégek veszélyeztettek egy lövéssel. Ami a Bárándiaknak nem sikerült, az a miénknek igen. Az első veszélyes akciónkat Horváth Imre révén sikerült góllal befejezni, így az ötödik percben itt volt az előny. Sőt, a középkezdés után hibáztak a vendégek, s Horváth Ákos egy percen belül akár a második gólunkat szerezhette volna meg. A 11. percben Magyarósi Jani is növelhette volna az előnyt, a Bárándi kapus lábbal védett. Két perccel később Tóthnak akadt dolga, másodjára önfeláldozó kivetődéssel tudott csak tisztázni. Élénk élvezetes volt a játék, s a 18. percben Magyarósi Zoli tornáztatta meg a vendégkapust. Megint csak két perc telt el, s következett egy Bárándi lehetőség. Kétségtelenül ez is zicser volt a javából, szerencsénk volt. Mint ahogy szerencsénk volt a 25. percben a túloldalon is, hiszen a kapus épp Magyarósi Jani elé ütött ki egy belőtt labdát, s na náhogy Jana nem hibázta el. Így két gólos Ladányi vezetésnél ért véget az első félidő. A szünetben sötét felhők gyülekeztek, de nem csak a vesztésre álló vendégek feje fölött. Az 50. percben aztán a viharral a harmadik gólunk is megérkezett. Magyarósi István jól felvarta a labdát a jobb felsőbe. Padlóra kerültek a vendégek, amit az 55. percben egy újabb nagy Ladányi helyzet jelzett, ezúttal nekik volt szerencséjük. 10 perccel később megint csak Horváth Imre lábában volt a negyedik gólunk, de újfent benne maradt. Aztán a végén a hosszabbításban mégiscsak megszületett a meccs negyedik gólja, ám ezúttal a Bárándiak jó voltából. A végeredmény így 3-1-es Ladányi győzelem lett, s a látottak alapján teljesen megérdemelten nyertek a fiúk. Sorrendben ez a 12. tavaszi tétmeccs volt, amelyeken nem szenvedtünk vereséget. Ezt terveztétek a hét elején is? Igen, mindenféleképpen nyerni akartunk a szomszédvári rangadón, hálásnak sikerült is, fiúk akarták a győzelmet, úgy készültünk egész héten, hogy mindenképpen a három pontot meg kell szerezni. Melyik meccs volt a nehezebb, a szerdai kabai vagy a mostani Báránd elleni mérkőzés? Ugye az egyik egy kupa meccs volt, a másik egy bajnoki. Igen, a szerdai kabai kupa meccs az nehezebb volt. Az időjárás is közre játszott, jó 30 fok volt, jött fel a pára is a talajból, úgyhogy de azt is kiszenvedtük, azt a győzelmet is. Melyik volt a fontosabb a számotokra, a hétközi kupameccs, vagy ez a Báránd elleni bajnoki mérkőzés, hiszen a Báránd ugye listavezetőként jött ide Püspök Ladányba. A kabai mérkőzés fontosabb volt számunkra, mivel a bajnokságban már nem értünk a dobogóra, ezért a kupában szeretnénk letenni a névjegyünket. A kupa döntő az mikor és hol lesz, nem tudom, tudjátok-e már? Pontos időpontot nem tudunk, valószínű június 4-e, és lehet, hogy Püspök Ladányban lesz megrendezve a megye kupa döntő. Tűrős Balázs már a második meccsen nem játszik, sem a kupa meccsen, sem a bajnoki meccsen nem játszott, pedig az egyik leggolerősebb játékos most tavasszal. Mi a probléma vele? Igen, sajnos két meccsen meg ki kellett hagyni Balázsnak sérülés miatt, a combhajtól fáj, próbáljuk összerakni a kupa döntőre. Mit vártok a kupa döntőről? Nyíradony egy megye 1-es csapat lesz az ellenfél? Titkon meg kell nyerni a kupát.